Köszöntöm nézőinket, Önök a Kaposmenti magazint látják, Jele Jászmin Grace vagyok. Mutatom, mit kínálunk a következő percekben. A 2006-os rendőrterrorra emlékeztető vándorkiállítás érkezett Dombóvárra. Elfogadta a 2022-es évköltségvetését a dombóvári közös önkormányzat. Megnyitotta kapuit a baptista tevékeny szeretett misszió új esélyközpontja. Bor és pálinka versenyt tartottak Kapospulán. A 2006-os rendőrterrorra emlékeztető vándorkiállítás érkezett Dombóvárra, amelyen korabeli dokumentumok, felvételek alapján összeállított tárlatot tekinthettek meg az érdeklődők. A Civil Összefogás Fórum Vérbefojtott Szabadság című tárlatának dombóvári megnyitója után Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője a megjelent középiskolásokkal együtt szállt fel a kamionra, és magyarázta el nekik a 15 évvel ezelőtti eseményeket. Sebők Sándor és felesége átélte a 2006-os borzalmakat. Szeptember 17-én, miután kiszivárgott Gyurcsány Ferenc az MSZP zárt Balatonöszödi frakció ülésén elmondott beszéde, a rendszerváltás óta nem látott méretű tüntetés sorozat vette kezdetét. A rendőrség diktatúrákat idéző, megfélemlítő akcióinak több mint 200 súlyos civil sérültje volt. A Civil Összefogás Fórum Vérbefojtott Szabadság című Sándor kiállítása a múltat idézi fel a dombóvári házaspárban. Nem tudna mondani, hogy személyesen ott volt, én meg itthon izgultam. Úgyhogy voltam előtte, hogy nyilvánosságra került a beszéd, akkor itt szervező, önkéntes szerveződés alapján a mozi előtt voltak ilyen tüntetések, és a városba körülmászkáltunk, és tiltakoztunk a Gyurcsány ellen. És akkor a nejem elment föl a Fidesz nagygyűlésére, és így ismeretes, hogy ott ilyen események történtek rá, hozták a lovas rohamot a tüntetőkre, úgyhogy nagyon szerencséje volt a nejemnek, hogy sikerült áttisztani minden különösebb károsra. Érezték egy-két helyen a füstgáznak a szagát, de sikerült nekik áttisztani. Úgyhogy szerencséje múlott, hogy megúszták. A fiatalok közül kevesen hallottak az akkori történésekről. Vidéken ráadásul nem is voltak olyan véres események, mint a fővárosban. A vándorkiállítás célja, hogy felhívja a figyelmet a magát demokratikusnak nevező baloldal szabadságot eltipró akcióira. Az igazságot tudják meg mindenről, és a történelemnek azokat a pillanatait, amit soha nem kívánunk vissza, és ők is ezt éljék át, tehát ne csak beszéljünk róla, hanem a kiállítás anyagán keresztül átélve meggyőzhetők arról, hogy ilyet nem szabad és nem lehet soha elfogadni. Ezt előkészítették a történelem tanáraink, és így megtudhatták azt, hogy igazán nem csak jöttek, hanem tudják, hogy miért vannak itt. A vándorkiállítást Potápi Árpád János országgyűlési képviselő nyitotta meg Dombóváron. Azért tartom fontosnak, mert 2006-ban olyan események zajlottak Magyarországon, amelyet soha nem engedhetünk meg, hogy még egyszer megismétlődhessenek, hiszen az akkori kormányzat gyakorlatilag minden nap, minden este a tüntetőkre támadt, akik azért tüntettek egyébként, mert beigazolódott az, amit egyébként mindenki sejtett, hogy évek óta hazudik a kormány, és amit nekünk elmondanak, az egyszerűen nem igaz. Így nyerték meg a választásokat, országgyűlési választásokat is. Aztán a gyurcsányi beszéd, az összödi, úgynevezett összödi beszéd kikerült, és amikor ezt a beszédet a rádiók lejátszották, akkor gyakorlatilag aznap este már megindult a tüntetés hullám. Ennek a csúcspontja 2006. október 23-a volt, amikor a békés megemlékezőket, illetve a tüntetőket egymásnak terelték, és lovasrohammal, rendőrsortűzzel gyakorlatilag ütöttek, vágtak mindenkit, akik a forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára mentek fel Budapestre, mentek fel békésen emlékezni. Hozzáteszem, hogy egyébként a tüntetők is békés módon tüntettek, és nem árt, hogyha erre visszaemlékezünk, annál is inkább, mert a gyerekek
Nyilván nem emlékezhetnek erre, mert nem is éltek még akkor, de jó, hogyha látja és tudja mindenki, hogy mik zajlottak akkor. A vándorkiállítás dombóvári megnyitója után a térség országgyűlési képviselője a középiskolásokkal együtt szállt fel a kamionra és magyarázta el nekik a 2006-os eseményeket. A dombóvári közös önkormányzati hivatalt 6 település alkotja, mely hosszú évek óta működik zökkenőmentesen. Legutóbbi ülésükön a 2022-es évi költségvetést tárgyalták, ahol a napirendi pont elfogadása után azzal a legmagyarabb desszertnek tartott édességgel ismerkedhettek meg a képviselőtestületek tagjai, amely a Dombóvár közeli településen Felső Lepert pusztán született cukrász kezei közt kelt életre. A közös önkormányzati hivatal sajátossága, hogy több települési önkormányzat döntéseit készíti elő. Attala, Dombóvár, Csikostöltös, Lápafő, Szakcs és Várong települések alkotják a Dombóvári közös önkormányzati hivatalt, amely évek óta jól működő szervezetként van jelen a települések életében. Ebbe Szakcs település már elsőként részt vett, még az előző választások előtti időszakban is már 3 település, illetve 4 közös önkormányzati hivatalt alakítottunk ki, ez bővült a mostani 6-os létszámra. Én igazából azt tudom mondani, az elmúlt időszakok munkájával maximálisan meg van elégedve a szakcsi önkormányzat, és ugyanezt várjuk el, vagy legalábbis még jobb színvonalat a jövőben is a hivataltól. Azt gondolom, hogy azért fontos, hogy tudjunk megfelelni a törvényi minimumnak, hogy működhet egy hivatal. Nyilván a szabályok meghatározzák, hogy mekkora lakosságszám alatt nem működhet a saját önkormányzati hivatal. Mi sajnos ugye kis településként ezt nem ütöttük meg már annó se, ezért kényszerültünk egy közös önkormányzati hivatalba való csatlakozásra, és azóta is élvezük ennek előnyeit. Attól függetlenül, hogy ez egy új összefogás volt, hiszen előtte önállóan, vagy részben önállóan működtünk. Ez volt az első alkalom, hogy egy városi önkormányzattal alakítottunk közösen hivatalt. Én nagyon pozitív vagyok az elmúlt időszakot tekintve. Együttes ülésén tárgyalta a 2022. évi költségvetését a Dombóvári közös önkormányzati hivatal, ahol a képviselőtestület határozatképes volt és elfogadta a határozati javaslatot. Ez a költségvetés biztosítja a forrásait a hivatal működésének, mind személyi, mind dologi értelemben. Biztosította a jogszabályt előírt minimálbér emelés, illetve az is biztosítva van, hogy azok a dolgozók, akik kiemelkedően teljesítenek, úgyis életmény emelésben tudnak részesülni, hogy esetleg egyébként a minimálbér emelés rájuk nem vonatkozik. A hivatalos tanácskozás után Pintér Szilárd polgármester, Gábor Sándor aranykoszorús mestercukrásznak adta át a szót, aki a Rákóczi túros süteményi történetét osztotta meg a jelenlévőkkel, majd a testület tagjai meg is kóstolhatták a mestercukrász által az eredeti recept alapján készült édességet. 2016-ban a Tolna megyei értéktárba került a desszert, majd 2021-ben kiemelt nemzeti értékké nyilvánították. Dombóváron is megnyitotta kapuit a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió új esélyközpontja. A nappali ellátó intézmény pszichiátriai és szenvedélybetegeknek nyújt segítséget az év minden napján. A szervezet célja a rehabilitáción túl, hogy megkönnyítse a dombóvári ellátottak mindennapjait. Január elején nyitotta meg kapuit a Dombóvári új esélyközpont, melyet a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió hozott létre. Az intézmény pszichiátriai betegek, valamint szenvedélybetegek számára nyújt lehetőséget napközbeni tartózkodásra, foglalkozásokra és étkezés igénybevételére. A cél, hogy a nehézségekkel, függőségekkel vagy pszichés betegségekkel küzdő emberek hatékony, szakmai és lelki segítséget kaphassanak. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió új intézményhálózata elősegítheti a társadalom perifériáján élők méltó életminőségének kialakítását. Az egyházi fenntartású intézményben összesen csaknem 100 pszichiátriai és szenvedélybeteg kaphat szakszerű segítséget. Az ellátásnak nem feltétele, hogy a rászoruló baptista felekezethez tartozzon. Új esélyközpontot nyitottunk a Baptista Tevékenység Szeretet Misszió fenntartásában. Ebben a központban itt Dombóváron 50-50 fő szenvedély és lelki problémával küzdő polgártársunknak, honfitársunknak, dombóvári lakosnak nyújtunk segítséget. Felkészült kollégáink, addiktológusok, pszichológusok, terápiás munkatársak várják az ide látogatókat.
A kapunk az év minden napján, így ünnepnapokon is nyitva van, 8-tól 2 óráig. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. A központban különböző szolgáltatások is igénybe vehetők, mint háztartásportló tevékenység, mosószárítógép, étkezés, tisztálkodási lehetőségek, és hát a különböző csoportfoglalkozásokkal várjuk a kedves ide látogatókat. Egyházi beruházás keretében valósult meg ez a fejlesztés, a Dél-Dunántúlon 7 városban indítjuk el a központjainkat. Ebből az első 2021 szilveszter napján 12-31-én nyílt meg, és azóta is már aktívan látogatják a központunkat a ellátottak. Tolna, Somogy és Baranya megyében nyitunk központokat. Mint mondtam, ez volt az első, erre most nagyon büszkék vagyunk. Ennek állunk itt most a megnyitóján. És hát a csapat teljes, várjuk az év minden napján a ellátottakat. Az ENSZ becslései szerint akár 4 millió ember is elhagyhatja Ukrajnát az orosz támadás miatt. Közülük pedig sokan hazánkban vagy azon keresztül igyekeznek menedéket találni. A baptista szeretetszolgálat és a baptista tevékeny szeretet misszió is az elsők között kezdett segítségnyújtásba. Ezúttal azonban más termékekre van szükség, mint ahogy ezt megszoktuk egy-egy adománygyűjtő felhívás kapcsán. Javarészt, amit várunk, az olyan konzervek, amiket azonnal kivontva tudnak fogyasztani, olyan tartós tésztafélék, kenyérfélék, amiket szintén kivontva azonnal tudnak fogyasztani, illetve kis energiaszeletek, kis csokoládék, hogy kisgyerekeknek is azért jusson ezekből, valamint takarók, matracok, párnák, nem tolpárnák, hanem természetesen csak olyan, ami újra kimosható és hasznosítható, mert hogy allergia miatt ugye ezeket nem lehet a párnákat, tolpárnákat, pelenka, WC-papír, nedves tűrlőkendő, intimbetétek, ezeket várjuk leginkább. A szállítás, hogyha beérkezik ezekre a gyűjtőpontokra, akkor kollégák jelzik, hogy megteltek, összeszedjük és Pákozdi központi raktárba szállítjuk a szeretetszolgálatnak, akik tovább viszik a Mátészalkai részre, onnan pedig Tiszabecsre fog kerülni. Az Ady Endre utca 60-as szám alatt található Dombóvári új esélyközpont hivatalos megnyitóját március 3-án tartották. 15. alkalommal rendeztek borversenyt Kapospulán, amelyhez pálinka verseny is társult. A szőlős gazdák összesen 48 bor és 34 pálinka mintát adtak le a bíráknak, akik elégedettek voltak a minták minőségével. Az eredmény hirdetést követően a résztvevők zenés-táncos mulatsággal ünnepelték meg a kiváló nedüket. 2021-ben is szorgalmasak voltak a gazdák a kapospulai szőlőhegyen. Szép szám alattak le bor és pálinka mintákat a bírálóbizottságnak. 15. alkalommal került megrendezésre a hagyományos bor és most már utolsó egy pár évben pálinka is társult hozzá verseny. Az önkormányzat és a szőlőhegyi baráti társaságnak a szervezésében. A tavalyi évben igazából talán egy kicsit kevesebb, nem jó év volt a pálinkásoknak is, kevés gyümölcs volt, aztán hát a bortermelők sajnos, vagy a szőlős gazdák azok egyre fogynak, mert ahogy kiöregszenek, a fiatalok nem annyira szeretik, de én úgy, mi azt beszéltük, hogy ha csak 5-en vagy 10-en, akkor is ez egy hagyomány fog maradni, és ameddig tudjuk, megrendezzük ezt az eseményt. A borokat fajtánként értékelték, 3 kategóriában lehetett helyezést elérni. Borból összesen 48 minta érkezett, közbe puskázok egy kicsit, 17 vörösbor, 25 fehérbor, és 6 darab rozébor. Hát a Kapospula és igazából a Dombóvár környék, tehát ez a pulai szőlőhegyi gazdák elsősorban azért, de hát azért talán van olyan, aki nem itt termeli a bort, és hát mégis eljön ide. A jó minőségű borok mellett a pálinkákkal sem kellett szégyenkezni ők a nevezőknek. 34 mintát kaptunk a verseny előtt, ezeket mind megjelenés, illat, íz, valamint ezek összhangja alapján bíráltuk. A minták összességében kimagaslóak voltak, megfelelő mennyiségű aranyérem lett, rengeteg ezüstérem, kevés bronz, ez azt akarja, hogy inkább a felsőbb kategóriát képviselték az idei párlatok. A szőlők nagyon jók voltak idén, szőlők, illetve a törkölyök. Valamint volt egy nagyon finom ágyas tétel. Az év pálinka díjat Benedek Miklós 2021-es írsai olivérből készült párlata nyerte el. Hát a jó alapanyagtól.
a nagyon jó érett szőlőtől, nem törköltől, hanem ez valódi szőlőből készül. Tehát ez az egésznek jó megcsinálva a cefre, és akkor nincs, nem lehet problémája. A szőlős gazdák nem csak szaktudásukat, hanem szívüket is beleadják a bortermelésbe. Így van ezzel Mayer Levente is, aki rozéborával a kategória nyertese lett. Nem tudom, mitől különleges, itt termett a Pulai hegybe. Odafigyeltünk rá, és ezek szerint meghozta az eredményét. Van feeling, az ember lemegy a pincébe, főhozza a kancsó bort, leülünk baráti társaság, iszogatunk, beszélgetünk, és csodálatos. A borbírák kiemelték. A szőlő gondos kezelése mellett a szüret időpontjának megválasztása is nagyon fontos. Az idei borversenyen nagyon kellemesen csalódtunk, nagyon kedvezően alakultak a borok minősége, talán a mennyisége nem annyira, habár nagyon heterikus volt az időjárás, ami nagyon befolyásolta azt, hogy hogyan lehet és mit lehet szüretelni. Nagyon-nagyon oda kellett figyelni arra, hogy a szüret időpontjának a kiválasztása. Mert hogyha úgy volt a szőlész, hogy most cukorra megy, hogy minél magasabb legyen, akkor a savak égtek ki. Ha a savakra ment, hogy nehogy kiégjen, akkor meg a cukor volt kevés. Az eredményhirdetést követően a résztvevők zenés táncos mulatsággal ünnepelték meg a kiváló minőségű nedüket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!